életre valók, egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akinek a foglalkozásuk nem pusztán a szakmájuk, hanem már-már a hivatásuk, vagy akár a szenvedélyük is lehet. Akik, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, akkor megkeresik a megoldást, és nem dagonyáznak a problémában. És nagyon-nagyon igaz ez a mai beszélgető partneremre is, Horváth Kornéliára, akinek a zenéhez is, a közgazdaságtanhoz is, meg a gyerekekhez is nagyon sok köze van, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit, téged is. Mi az, amit most a legjobban szeretsz az életedben? Most se tudnék választani. Ebbe a bűvkörbe élek, most már 38 éve. Most talán a sport és a zene van így a leginkább előtérve így a szenvedélyek viharában. És honnét is indultál, ugye, mert közgazdász a szakmád, aztán az elej is mindig nagyon az életed része volt. A kezdeteknél hogy alakult ez? Igazából a kezdetektől párhuzamosan, én azt mondanám, illetve nyilván kisgyermekként a zenével kezdtem el foglalkozni, édesapám is gitározott, és ez valahogy így hozta magát, vagy talán így rám ragadt valami tehetség, úgyhogy zenével kezdtem foglalkozni, aztán a zenei általánosba jártam, és akkor utána sokat vaciláltunk édesanyámmal, hogy művészeti szakközépiskolába menjek, vagy inkább gazdasági irányba, és hát akkor ez így logikusabbnak tűnt, vagy stabilabbnak, biztosabbnak, tehát hogy nem biztos, akkor még nem tudtam, hogy életművész szeretnék lenni, tehát ez egy ilyen kézzelfoghatóbb történet volt. Ugye a zene és a matematika azok valahogy rokonok egymással, igaz ez a közgazdaságtanra is? Tehát könnyebb volt ez a zeneiség, meg a számok világa, ez kapcsolódik neked valahol egymáshoz? Szerintem valahogy úgy van az összefüggés, hogy a zenei tanulás, a kotta tanulás, maga a hangszernek a megtanulása valahogy serkenti azt az agyféltekét egyébként tényleg, aminek viszont köze van a reális gondolkodáshoz. Tehát valahogy tényleg azt lehet mondani, hogy akik jó zenébe, azok jók a matekban is, és fordítva is, de ez így együtt alakul és változik. Ezt én magamon is tapasztaltam tényleg. Tehát ahogy növekedtem, úgy egyre inkább valahogy könnyebben mentek ezek a matematika, statisztika, és ezek egyébként kedves tárgyaim voltak mindig, tehát a matek, statisztika, közgazdaságtan, tehát ezek így összefűnnek nyilván, igen. És akkor elmentél egy közgazdasági szakközépiskolába, de közben ez a nyüzsgés, ez megmaradt. Mit csináltál közben? Ez megmaradt, igen, tehát nem akartam abba hagyni ugye a zenélést, és akkor megmaradtam ilyen intézményi keretek között, akkor volt a Liszt Ferenc Zeneiskolának egy ilyen továbbképző lehetőség, és akkor gyakorlatilag párhuzamosan jártam az első, mások, a negyedik továbbképzőt a zeneiskolába, miközben ugye elvégeztem a tanulmányomat. Azt mondom, hogy egészen egyetemista, talán másodéves koromig jártam így zeneiskolába, x-edik továbbképzőig. Aztán végül is mégiscsak beszippantott a közgazdaságtudomány. Igen, én szerettem. Még külföldre is kimentél. Így van, én nagyon szerettem, és nekem jól is ment. Tehát, hogy örömömet lehetem, mert sikerélményem volt, hogy egyetemistaként is elég hamar már kvázi dolgoztam az egyetemen kutatóként, tehát ilyen kutatóasszisztensként dolgoztam másodéves koromtól. Úgyhogy a diplomamunkám is viszonylag úgy adta magát, tehát volt már egy kutatói múltam gyakorlatilag, mire ugye oda kerültem, hogy diplomamunkát írok, és folytattam is a PhD-vel, tehát elkezdtem ezt az orvos, vagy a orvosi, tehát ezt a PhD szakot, és akkor itt kerültem ki kutatóként egyébként Ohio-ba. Ott volt már egy ilyen kialakult kapcsolata az egyetemek között, és ott a saját területemen kutakodtam, publikáltam, írtam, úgyhogy ott töltöttem néhány hónapot valóban első éves PhD-sként. Ez milyen volt? Ohio-ban milyen ott lenni? Hát nekem teljesen science fiction volt, tehát hogy tőlem ez teljesen idegen volt. Egyrészt a nyelvvel is ugye azért voltak problémáim, mert én azt mondom, hogy egyébként negyedévben kezdtem angolt tanulni, teljesen autodidakta módon, tehát hogy nem nagyon volt tapasztalatom, úgyhogy eléggé megszeppenve mentem ki, de végül is helytáltam, és azért nagyon sokat adott önbizalom tekintetében mindenképpen, hogy egy olyan szituációban megálltam a helyem, ahol itt, tehát álmaimban nem gondoltam volna. És akkor hazajöttél, és maradtál ezen a területen? Hazajöttem, és független attól, hogy egy nagyon nagy flash volt ez az Ohio, valahogy azt is megváltoztatta bennem, hogy mit szeretnék csinálni. Úgy ott azt tapasztaltam, hogy akik ott PhD-sként, kutatóként jelen vannak, olyan emberek, akiknek van egy markáns szakmai múltja. Tehát akik mögött már van egy vállalkozás, akik már x évet eltöltöttek a munkaerőpiacon, és később visszamennek,
tényleg gazdasági tapasztalattal, és akkor ott PhD-znek nálunk, meg ugye kikerülsz az egyetemből, lediplomázol, és gyakorlatilag nulla kézzel fogható tapasztalattal elkezdesz gyakorlatilag egyetemi tanárként, vagy tehát egyetemi oktatóként ott tevékenykedni, úgyhogy akkor egy kicsit inkább kedvem lett valamiféle tapasztalatot gyűjteni, tehát szerettem volna dolgozni abban, amit tanultam. És akkor utána jött a család viszonylag hamar. Így van, tehát ugye felfüggesztettem, abba hagytam az egyetemet, jelentkeztem egy állásra, fel is vettek elsőre, és akkor ott töltöttem egy 2-3 évet, és menet közben ugye így van, családot alapítottam, és sorban megszülettek a gyermekeim, amikor is ugye eltávolodtam ettől a vonaltól teljesen. És ugye most jön az a nagy váltás, ami most biztos sokan lesznek, akiknek fog ez valamit jelenteni, biztos lesznek sokan, akiknek nem. Egyszer csak jött a dúdolda. Így van. Ami ma már tulajdonképpen egy fogalom. Szerintem, hát ha már én hallottam róla, akkor szerintem nagyon sokan hallottak róla. Mi ez, és hogy jött? Hát most éppen kiszámoltam, hogy 2011 nyarán jött létre, úgyhogy lassan már 8. évet tapossa a dúdolda zeneműhely. Ez egy teljesen, hogy is mondjam, csak nem tervszerűen jött gondolat volt nálam. Ugye otthon voltam a gyermekeimmel, épp terhes voltam a harmadikkal, és hogy egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy úgy egyrészt szeretnék valamit csinálni, másrészt meg abba költöztünk, hogy épp nem volt semmi nyáron, hogy milyen jó lenne, hogy amit én úgy szeretek zenélgetni, meg amit egyébként is játszom otthon a gyerekeknek, ahogy én gondolom, hogy akkor hogy jönnének többen, és akkor milyen jó lenne, itt összejönnénk. Na hát egy ilyen babaklub jelleggel aztán ki összehoztam egy ilyen nyári alkalmakat gyakorlatilag szerdánként, hogy mondtam, akiket ne ismertem Kozármisten, mert oda költöztünk, jöjjenek át hozzánk, és hát eltöltjük így a délutat, hogy zenélgetek, ott vannak a gyermekeim, játszunk, tehát egy ilyen, nem tudom, ilyen múltat idéző összejövetel volt tulajdonképpen. Ilyen szájhagyomány útján jöttek aztán az édesanyák a nyári 3 hónapban, annyira, hogy augusztusra már gyakorlatilag nem fértünk be a családi házunkba. Úgyhogy, és hát el is jutott a híre ott a Kozár Mésre Művelődési Házba, hogy ilyet csinálok, és megkerestek, hogy nincs a kedvem ezt egy ilyen foglalkozás keretén belül csinálni. És akkor mondom, hát tulajdonképpen tényleg, hát miért ne? Tudtam, hogy léteznek már ilyen foglalkozások, tehát nem vagyok úttörő a tekintetben, hogy babamama foglalkozást csinálok, hiszen már akkor is működtek hasonló jellegű tevékenységek Pécsen. Ugyanakkor én próbáltam valami olyat csinálni, ami nekem hiányzott. Tehát én korábban is jártam az én gyermekeimmel, és nyilván részt vettem ilyeneken. Egyik sem volt olyan, amelyik én, mint amilyen én, vagy amilyen én szerettem volna részt venni. És hát én csináltam egy olyat, ami abból fakad, amit én látni szeretnék egy ilyen... Mi történt ott? Ezeken a foglalkozásokon? Hát tulajdonképpen összegyúrtam a modernizációt egy picit a klasszikussal, beleraktam önmagamat a dalaimon megzenésítéseimen keresztül, nyilván a saját stílusomat, a saját egyéniségemet, próbáltam minél inkább színesíteni, tehát valami olyan igényes minőségi szórakozást létrehozni, ahol a magamfajta stílusú szülők jól érzik magukat, tehát nem csak arról van szó, hogy elmennek, és akkor amit már ők is tudtak, dalokat ott eléneklik, és egy művelődési házas közegben, és akkor egy ilyen 20-30 perces foglalkozás, hanem én ezt kicsit így kitágítottam, egy kicsit ilyen merészebben hozzányúltam ezekhez a keretekhez, én azt gondolom, és megpróbáltam ebbe valami újat hozni. Ez már nagyon kinőtte magát. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy érezted, hogy ezt az egészet abba hagyom, elég volt, elegem volt, és ha volt ilyen, akkor mi az, ami tovább lendített? Nem. Tényleg. Még nem volt. Inkább az volt, hogy ugye, ahogy így elkezdett növekedni a hozzám járóknak a létszáma, ugye egyre nagyobb igény volt, hogyha nem akartam ilyen tömegrendezvényeket tartani egy személyben, hogy minél több helyszínen is időpontba tartsak ilyen foglalkozásokat. És akkor vagy meg kell tennem az egyensúlyt, hogy ne is fásuljak bele, most ez így hülyén hangzik, de azért, ha napi 2-3 ilyet csinálsz, akkor lehet, hogy a negyedikhez nincs kedve. Tehát, hogy ez nagyon fontosnak tartom, hogy mindig legyen kedvem menni. Egyelőre még azt gondolom, hogy ilyen felszálló
ágból, most, vagy legalábbis stagnáló ágban a történet, én nagyon szeretem ezt csinálni, hogyha még nem jött el. Ez a, vagy legalábbis még nem volt ilyen mély pont. Milyen visszajelzéseket adnak az anyukák, apukák, hogy miért szeretik a te foglalkozásaidat? Igazából jól érzik magukat. Egyrészt mindig emlegetik, hogy kisgyerek is szeretne jönni, de ha kisgyerekem, akkor az anyuka szeretne jönni, és az apukák is szívesen jönnek azért általában. Most pont, hogy így jöttem a Király utcán, és pont találkoztam egy házaspárral, meg a kislányjal, aki már nem tudom, 3 éve kirepül, de még mindig megismer, beszélgettem velük, vagy 1/4 órát itt a közelben, szóval, hogy nem csak úgy jönnek-mennek az emberek nálam, hanem egy kapcsolat alakul ki, tehát egy hosszú távú kapcsolat, hogyha ezek a picik, akik mondjuk jártak hozzám 1-2 évesen, ha vagyok egy ilyen gyerekkoncertet csinálok, vagy egy olyan esemény, ahol nem délelőtt van hétköznap, akkor tényleg eljönnek, mesélnek, én is nyomon követem, tehát hogy ez egy ilyen személyes kapcsolat is. Ez ebbe, ahogy mondod, hogy megtalálod az örömedet, ez segít abban, hogy esetlegesen más nehézségeket is elviselj? Biztos, tehát nekem ez rengeteg sikerélményt adott. Tényleg, tehát nem is tudom összehasonlítani én ezt az időszakot, ezt amióta a Dúdolda kialakult, ezt egy legjobb időszaknak tartom az eddigi életembe. És mindenki kérdezi, hogy olyan furcsát, hogy gyerekekkel vagyok, hogy ez most mitől pihenés nekem, vagy mitől másabb. És hát mégis teljesen más, hiszen itt azért azt játszom, amit én, amilyen hangulatom nekem van. Most nyilván persze figyelek a gyerekekre, de mégis ez nem egy fejlesztő foglalkozásként indult. Tehát nem arról van szó, hogy én ott egyénileg egyedül vagyok kisgyerekekkel, és a napi szintük és problémákat sem, mint ahogy otthon, hanem azért ez sokkal inkább egy valahol az előadó művészet és a, hát nem is tudom, ugye a gyerek játszó között van, azt gondolnám. A saját gyerekeid ennek mennyire élvezik, vagy élvezték az előnyeit, vagy akár adott esetben a hátrányait? Hú, hát neki nagyon sokat köszönhetek, mert ugye ebben az időszakban, amikor kialakult, azért ők ebben maximálisan partnerek voltak. Mindig mondták is a szülőtársak, hogy hát ők ezt biztos nem tudnák otthon csinálni, hogy biztos, hogy nem engednék a játékukkal játszani. Ugye mondtam, hogy ez a nappalinkban volt, oda jöttek idegen gyerekek, zenéltünk azokkal a könyvekkel, játékokkal játszottak, amik nekünk voltak, és ők ebben teljesen partnerek voltak. És nagyon-nagyon sokáig, tehát hogy a mai napig is, ha csinálok valami Dúdolda Mikulást, vagy olyan rendezvényt, jönnek velem manóként, vagy mit tudom én éppen ahogy, kisvasutas Dúdoldába, vagy sorolhatnám. Mindegyik már zenét tanul alapvetően, tehát azért elindultak ezen az úton. Persze van most egy olyan, hogy anya, most már megint dúdoldázom, mert most nekik ezt mond dedós, mondjuk egy 9 éves fiúnak, de abszolút ebben nőttek fel. Hát én így hurcoltam magammal őket teljesen. Ez most egy új foglalkozás, vagy új hivatás, vagy új szenvedély, már a maga 7 évével. Igen, így együtt azt hiszem. Mindig szoktam, ez a hobbim, a hivatásom, azért tényleg. Hogyan tudsz ebbe tovább lépni? Tehát ez, ahogy mondtad, ugye a 7 év alatt azért számos változás, újítás történt. Vannak-e ebben további terveid, vagy van-e olyan, amikor kinősz valamit, vagy már nem fér be a kocsiba mondjuk az az eszköztár, amivel mész? Tehát mik azok a fázisok, amik egy időnként váltásra ösztönöznek? Rengeteg lehetőség lehetne ebbe a Dúdoldába. Ugye számtalan anyuka megkeres, hogy milyen jó lenne, ha egy könyvet kiadnék a dalaimmal, vagy egy zenei anyagot, vagy milyen jó lenne itt, meg ott, meg amott is lennék, meg akkor lenne Pesten is lennék, meg a nem tudom, hol lennék. Tehát nyilván, ha erre egy ráfeküdnék, és most csak ezzel akarnék foglalkozni, akkor ebbe benne lenne egy ilyen, hogy valóban elkezdem azt a fajta tevékenységet, ahol nem kell jelen lennem ahhoz, hogy ez egy rentábilisan működő történet legyen, de egyelőre nincs kedvem ehhez. Tehát, hogy azért nem akarom megcsinálni ezt mondjuk ilyen franchise rendszerben, mint ahogy a ringatókerekítő, nem tudom én, csomó ilyen dolog megy, mert most lehet, hogy ez így nem tudom, beképzelten hangzik, de azt gondolom, hogy ez nagyon személyhez kötött. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki más ezt pont így tudná csinálni. Tehát ez a tiéd? És igen, ez... igen. Tehát, hogy ebben olyan jellegű reagálások vannak, olyan jellegű spontaneitás és rögtönzés, amit én nem gondolom, hogy könyvbe tudnék foglalni, és de van egy ilyen vetülete, lehetne. Utazó ügynök sem szeretnék lenni, tehát
nem nagyon vállalok el távoli helyszíneket, tényleg egyszer-egyszer, amiket el szoktam vállalni, azok ilyen komplett témahetek hotelekbe. Például rendszeresen járok ugye a Magyarország legjobb ilyen szállodájába, az Alsópáhokra, a Bobó országba. Ott szoktam témaheteket tartani, mondjuk az így passzol. Tehát azt jelentem, hogy egy hétre oda megyek, és akkor tényleg minden nap tartok egy foglalkozást, de hát nagyon tovább nőni most ebben nem szeretnék, inkább az a terem, hogy most ezt, ami most van, ezt megőrizzem. Nyilván van mindig egy forgása a résztvevőknél, ez csak rajtam múlik, hogy most vállalok-e többet, vagy nem. És az tényleg így van, tehát vállalok-e, akarok-e hétvégén is dolgozni, vagy nem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagy egyensúly. Nincs túl sok szabad időd, ezt mivel töltöd? Igen, ha van, akkor gyorsan találok valamit. Hát most éppen nem most, tehát igazából mindig nekem a sport azért egy olyan dolog volt, amire nekem ilyen elemi szükségletem volt. Tehát, hogy valami formában, én nagyon szeretek elfáradni fizikálisan, és szeretem a teljesen extrém fáradtságot. Úgyhogy ezt most hála Isten már, mióta a legkisebb fiam is így óvodás, azóta újra visszatudtam annyira csempészni, hogy az így engem teljesen kielégít most. Úgyhogy ebben főleg. És milyen sport? Most épp futok, most már 3 éve, de sok mindent csináltam, tehát hosszú évekig kickboxoltam, belekóstoltam az aikidóba, aerobikoztam, el is végeztem egy ilyen sportoktatói történetű gyerekként művészi tornáztam, szóval azért sok mindent úgy kipróbáltam. De most ebből úgy megtaláltam magam a rugalmassága és a hát nem tudom, ilyen kiagnázhatatlansága miatt, vagy változatossága miatt. A fény? Az árnyék nélkül, a nevetés, a sírás nélkül, a sötétség, a világosság nélkül, az értelmezhetetlen. Mit csinálsz akkor, amikor valami nagy trauma ér, azt hogyan dolgozod fel? Hát most igazán nagy trauma már régen ért, legalábbis amit én annak éltem meg. De hát mindenképp ez a kettő, tehát nekem gyerekként is a zenéhez nyúltam, tehát szerintem az egy óriási dolog. Én ezért mondom mindig szülőknek, hogy ne azért tanuljon a kisgyerek, hogy ő belőle valami legyen, hanem hogy ez egy olyan ajándék, ha valaki tud magának zenélni, vagy hát, tényleg nem is lehet elmondani nekem, hogy mennyi feszültséget oldott bennem gyerekként. Most is így van. Tehát, hogyha így szomorú vagyok, egyrészt szoktam írni, tehát szeretek írni, nem csak verseket, hanem ilyen történeteket. Ez még nem nyilvános oldalom. Na, és akkor megzenésítem őket, vagy hát igen, a futás. Én azt hiszem, hogy nagyon régóta azért egyensúlyban vagyok, és most erre azért nehéz válaszolnom egy picit, hogy mit csinálok, ha úgy összedől a világ, mert olyan igazán nem dőlt össze. Meg én nagyon-nagyon optimista vagyok. Tehát, hogy szerintem engem azért nagyon nehéz lenne így megtörni, vagy nem tudom. Így. Azt mondtad, hogy a fejlődés az a komfortzónán kívül található. Hát ezt sokan mondták, persze. Ez mit jelent számodra? Hát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kevesen, most legyen az bármiről szó, tehát hogy üzleti tevékenység, sport, bármi. Akármit csinálsz, ha csak annyira csinálod, amennyi úgy éppen kellemes, vagy úgy nem kerül áldozatba, akkor azért ritkán szokott abból valami igazán nagy dolog kisülni. Tehát, hogy én azt tapasztaltam, hogy azért sikerülnek a dolgaim, mert valami elképesztő módon gondolkodok akkor azon. Tehát akkor tényleg minden gondolatszálam és minden dolog akkor ül forog, és hát a sportban meg egyértelműen így van. Tehát ahhoz, hogy fejlődjél, ott bizony nem úgy van, hogy csak kimekocorászok, aztán majd lesz belőle valami. Tehát azért ez keveseknek sikerül úgy. Mi az, ami most úgy nagyon boldoggá tesz most ebben az életszakaszodban, vagy itt és most, ma? Én nagyon bírom az őszt. Most ez olyan kell, én most a hirtelen lett hűvös, de szeretem ezt az időszakot egyrészt. Nagyon bírom a fiaimat, most pont egy kicsit a jó időszakban, még iskola eleje van, most még nincsenek problémák. Tehát most még azért az van, hogy úgy, jaj, de elmegyünk, hozott, ötös nem hozott. Tehát hogy ez most úgy valahogy picit úgy minden működik. Szeretem az őszi dalaimat, abszolút szeretek így játszani, úgyhogy most úgy mindenek tudok örülni egyébként is. Nem fogod elhívni, de szinte mindjárt vége van a beszélgetésünk, annyira elszaladt az idő. Úgyhogy mondd el nekem végezetül, légy szíves, hogy hova tartasz, hogyha néhány év múlva összefutunk, akkor mi az, amiről szeretnél beszámolni? Hát én kb. Ugyanerről.
igazából jól érzem magam, zenélgetek, futok. Én azt gondolom, hogy nem kell sok minden a boldogsághoz, a harmóniához. Legyen szabadidőm, amit futásra tölthetek, mindig lehet választani, nem kell feltétlen, nem tudom, fodrászhoz menni, lehet inkább helyette mást is néha csinálni, szóval valami ilyesmit szeretnék, amit most. Legyen így. Köszönöm szépen. Én is. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, és legközelebb is kísérjenek el bennünket egy ilyen beszélgetésre, viszontlátásra.